több lesz a hús a virsliben és a párizsiban egy új szabályozás miatt, ami többe kerül majd, ugyanis drágább lesz előállítani ezeket a hústermékeket. Az iparágban dolgozók különböző módszerekkel kívánnak megfelelni az új kritériumoknak. Van, aki valamilyen új fantázia névvel fogja ellátni az eddigi minőségben készített termékeket, ezzel kibújva a szabályozás alól. A Tények riportja után ezzel a témával folytatjuk majd. Serpenyős virsli, csípős pulykavirsli és sertés virsli. Nagyon nagy a választék ebben a boltban, hamarosan azonban már szigorú előírások vonatkoznak majd a gyártásukra, ugyanis augusztustól magasabb hústartalommal készülő virsli, párizsi és májas kerülhet forgalomba. Az új előírások szerint, amit csontról fejtettek le, az nem minősül húsnak, a párizsinak és a virslinek pedig augusztustól 40% helyett legalább 51%-ban kell valódi húst tartalmaznia. Így kevesebb, mint a fele áll majd ivóvízből, stabilizátorból, szójafehérjéből, állati bőrből és egyéb összetevőkből. Van, aki szerint ez is kevés. Én személy szerint azt gondolom, hogy ez ilyen maradékokból összeszedett, csúnya dolgokból összeállított termék. Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke szerint a módosítások drágulást is eredményeznek majd. Az új kritériumoknak meg akarnak felelni, és a magasabb minőségi feltételeknek megfelelő terméket akarnak készíteni. Ott bizony számolni kell azzal, hogy az ő költségeik növekednek, és így a termék előállításának költsége növekszik. Lesznek viszont olyan gyártók is, amelyek inkább megtartják a gyengébb minőségű termékeket, virsli és párizsi néven azonban nem tudják majd őket forgalmazni. Előfordulhat, hogy átnevezik a gyengébb minőségű hústermékeket. Az EU-n belül Magyarországon a legszigorúbb a szabályozás, ezért az importtermékek minőségét is ellenőrizni kell majd. Vendégünk a Mokka konyhájában Tóth Gábor élelmiszermérnök, valamint Károly József hentes. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó kis illat van olyan, jó kis olyan húsi illat van olyan, mint virsli, egy kis... Igen. Virsli, igen, ez ilyen, igen. Na, ez nem annyira jó ez a felütése ennek a beszélgetésnek, hogy több hús lesz a virsliben, de mennyi hús van a virsliben? Egyébként. Úgy szabályozás szerint ez Gábor tudja jobban, talán 51% lesz a minimum, amit tartalmazott. 40 volt, de 2016. július 20-valahányadikát, 21-től lényegében 51% lett. Ennél magasabb lehet a színhús, de ennél kevesebb nem. És akkor mi van benne? Tehát például egy rossz minőségi virsliben mennyi a hús, és mi van még benne? Azt lehet, hogy nem kéne tudnunk. Igen, erről több videó is készült, biztos, hogy nem akarod ezt tudni, hát, mi van benne. Ha forgalomban állulják, akkor tudni akarod. De rengeteg alapanyag szója, tej, pont olvastuk az előbb, tej. Szóval igen, ez a hír, hogy most emelték a színhús tartalmat tavaly óta, ez arra jó, hogy most elájultunk, hogy jaj, de jó. De azért most már örülhetünk, hogy a húsban 50% hús van. Ez a nyomokban hús tartalmaz. Igen, de hát itt nézegettük, hogy tejszín, sovány tejpor, szójafehérje, módosított keményítő, szóval azért ott a másik 49%, ami elég izgalmas. Honnantól számít egy virsli jó minőségű virslinek? Hát igazából szerintem a legfontosabb, tök jó az a szabályozásra indult valami, ez tényleg arra jó, hogy egy picit az emberek felkapják a fejüket rá, de én mondjuk én nagyon szerencsés vagyok az üzletemben, szerintem belőccén gyártják Magyarországon a legjobb virslit, és ott gyártják nekem is a virslit, és azért, hogyha megnézzük... Mit tud az a virslit? Tehát, hogy igazából az, hogy olvasgattuk, hogy 90% hústartalom körüli a jó virsli szerintem, mert ugye 10% kékpelyhet kell hozzáadni a keverésnél, hogy ne melegedjen túl a massza, de az nagyon nem mindegy, hogy milyen hús tartalmaz, milyen húsrészt, milyen formában, milyen százalékban. Tehát, hogy itt azért nagyon-nagyon fontos lenne, ugye a pulykáról tudjuk, hogy annyira nem egészséges körülmények között tartják, ezért én pulykát nem is tartok az üzletembe. Tehát a pulyka virsli gyakorlatilag nem is egészséges? Szerintem nem. Tehát, nem hogy én biztos, hogy gyerekemnek nem adnám oda. Tehát, hogy... De valahogy csak pulykavirslivel letettem a kis fiam. Valahogy én ezt így kimondtam magamban, és én pulykavirslit például nem eszem. Valahogy rossz íze van, rossz szaga van, ez nekem sajnos legalábbis, ez nyilván szubjektív. Az állatnak a tartás módjában nem fér bele az, hogy antibiotikum nélkül neveljék, és akkor gyógyszerezik, innentől kezdve a virsliben is ez meg fog jelenni, úgyhogy... Hoztatok nekünk egy-két virslit, ezeket meg tudjuk különböztetni, mondjuk szín alapján tudunk rangsorolni, hogy mire figyeljük? Mit mond a kedves hentes? Hát persze, hogy meg tudjuk különböztetni, főleg, hogyha, most megmondom őszintén, talán ez a kettő a két legnormálisabb.
De hát egy látványra, egyébként igen, én is ezt tenném most meg. Tehát ha kérném, hogy ezt, licces, ezt csináld meg, igen. Igen? Igen, ezt a fajtát. Mindenféleképpen szerintem azért, hogyha így ránézünk, akkor látjuk, hogy egy normálisabb eldolgozottság van a textúrájában. Mm-hmm. Csak a színe az nehogy megtévesszen. Na ezt akartam. A nitrites fátsóval érik el a szín, tehát nehogy azt higgyük, hogy ebben sokkal több a színhús, ugye? A nitrit ugye az a vér hemoglobinjában színreakciót képez, tehát lehet, hogy a színhús inkább a fakóbb színűben van, tehát ez csalóka, ugye itt van egy ilyen zsertésvés, aminek 93%-a a hús, ebbe azt is tudni kell, hogy igen, de hogy ez nem tartalmaz piros paprikát, az összes többi igen, mert ez egy bajor készítmény szerintem. Csak szín alapján ne döntsünk semmiképpen, mert nekem most ez tényleg ezt a kettőt választanám, a másik hármat meg valahogy úgy azt mondom, inkább legyen meg valaki más. Csak a jelölés számít. Aha. Egy átlag vésle, egy jó minőségű vésle gyakorlatilag 1000 forint körül van, nem? Most így az én ezt nem tudom. Szerintem nem fér bele az 1000 forintba. Igen? Szerintem annál lényegesen drágább. Igen? Az, hogy most hát az a bizonyos vésle, amiről te beszélsz, és akkor hát csináljuk meg a nagyságrendet, mondja, ez szerintem mennyivel? Szerintem kiskereskedelemben ilyen 1500 és 2500, vagy 2000. Határa csillagoség, tényleg attól függ, hogy miből készül, mangalica hús, vagy nem mangalica. De akkor tehát abban is sem módosított keményítő, meg szója a fehérje, ugye? Nem, mert vésleben nem is kéne, hogy legyen. Az, hogy magasabb lesz a hústartalom, az mennyiben fogja befolyásolni a vésli árát? Hát én szerintem igen, mert ezt is ugye a kedves mindenképpen befolyásolni fogja. Óriási a verseny, ugye az árverseny a termékeknél, mert ugye a szakma erősíti a színhúst, de ugye az ár meg ár, és a fogyasztó meg árérzékeny. Ugye ártérfogat és színérzékenyek vagyunk. Tehát ezt, amiről most beszélünk, ezt nem a vásárlók generálták az igényt, hanem ez egy rendelkezés, amiről beszélünk, igen, amit most végre kell hajtani, és lesz több húst tartalmazó is, ez nagyon-nagyon fontos. Jó a virsli? Tehát együnk virslit, Gábor. Természetesen most jó virsliről beszélünk. Igen, tudom, hogy te nem eszel húst, én ezzel tisztában vagyok, de mégis akik húsevők, őnekik a virsli az egy jó táplálék lehet? Tehát az egy most minőségi dolog a virsli? Ha szakemberként kell válaszolnom, akkor azt mondom, hogy azóta, amióta az új rendelet életbe lépett, azért azt mondjuk, hogy jobb lett, mint volt. Uh-huh. Jobb lett, mint volt, igen. De hogy jó lenne a virsli, hát erre egyetem igen, nem tudok válaszolni. Az én gyermekkoromban édesapám mindig lesütött mondjuk csirke mellett, és azt szeretekre vágtuk. Igen. Kenyére ezt tettük. Tehát akkoriban nem voltak felvágottak még annyira. Most már minden felvágott, mert ugye kész termék. Ugye ez egy kényelmi cikk, nem? Ez egy kényelmi termék. Igen, nagyon gyors. Elkészítik nekünk, tehát én azt mondom, hogy csak végszükség esetén. Igen, gyerekek nagyon szeretik, tudod, a virslit. Tehát tényleg az anyukák is abból a szempontból, hogy nagyon gyorsan elkészíthető, és akkor gyorsan oda tehető. Jó, is. Ha mégis, akkor azt mondom, hogy ne álljunk meg az 51%-nál. Keressünk, hát én azt mondom, 80% fölött. De inkább, igen, 80% fölött. Tehát, hogyha az a kérdésed, hogy jó-e a virsli, azt mondom, hogy 85% fölött, azt mondom, hogy már szóba állhatnék a gondolattal. Hogy virslit legyen. Igen, de 51%. És ez mindenképpen fel kell, hogy legyen tüntetve a csomagolásnál. Igen, tényleg az a legfontosabb szerintem a virsli vásárlásnál is, hogy tudatosan vásároljunk. Nézzük meg, hogy tényleg milyen tartalmak vannak a beltartalomban, tehát hogy nézzük meg, hogy milyen adalékok, miket használnak, milyen húst használnak, hány százalék húst tart, és akkor különben, hogyha normális virslit veszünk, szerintem akkor parádésan jó termék is tud lenni. És hát van, aki tejérzékeny, vagy tejallergiás, meg szójallergiás, ugye nem fogyaszthat olyan terméket, amiben szója vagy tejfehérje van. Fontos, hogy már a hús sem csak hús, hanem tej van benne, és egyebek. Tehát nem rossz a virsli, de figyeljünk oda, hogy milyen magas a hústartalma. A minőség. Igen, a minőség. Nagyon szépen köszönjük nektek. Keressünk jó hentest. A mai nap margójának köszönjük. Nagyon fontos, így van.